A képernyőn a tanulói alkalmazásból látunk egy rövid részletet, ahol éppen egy példa PDF megjelenítése történik. Nézzük meg, hogyan is készült. Válasszuk ki a tanegység típusok közül a PDF motort, hasonlóan, mint az előzőekben egy kérdőív ablakot láthatunk, ahová bármilyen típusú PDF feltölthető és megjeleníthető a tananyagban. Ez a PDF bármennyi oldalból állhat. A képernyőn a PDF scrollozhatóvá válik, így akár több oldalas PDF is feltölthető. Első lépésként nevezzük el a feladat motort, most például legyen a neve PDF, majd nyomjuk meg a PDF feltöltése gombot, és töltsük föl egyszerűen a kiválasztott fájlt. Válasszuk ki, majd megnyitás, és a PDF feltöltésre kerül. A feltöltött PDF-ről megnézhetünk egy mintát, végig lehet lapozni, hogy jó PDF került-e feltöltésre, minden oldala megvan-e, ha nem jó, akkor a kuka gombbal le lehet törölni, és újabb fájlt tölthető fel. Ezután már csak rá kell nyomni a mentés gombra, és ki is kerül a feladat ikonja az asztalra. A tananyag beillesztéséhez egyszerűen csak fogjuk meg az ikont, és húzzuk át egy drag and drop mozdulattal a tananyagba. Meg is jelenik, hogy sikeresen hozzáadtuk a feladatot a tananyaghoz.